szép és jó. Annyi vicceset látok, hallok, és még Bambi is kapható. Szervusztok, kedves gyerekek! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt balra néztem, a polgármester azt, hogy megláttam, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Tétényi Jó Esztergomáros polgármesterét. Azt hiszem, hogy egy tapsot megeresztettünk. Köszönöm szépen! Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Délelőtt bemutatkozhatunk ebben a csodálatos épületben. A szervezők persze igen nehéz helyzetben lehettek, amikor összeállították a programot. Azt hiszem, mindenki részéről egy jogos igény az, hogy szeretné magát tetőtől talpig, szívétől a lelkéig megmutatni, amikor egy ilyen bemutatkozási lehetőség van. Tehát az idő, adta korlátok azért ezt megnyírbálják, ezeket a programokat és ezeket az előadásokat. De valahogy úgy gondolták a szervezők, hogy a múltat, a jelent, Esztergom kulturális életének bizonyos csillagszemeit, a folklór és az etnográfia egy-egy területéről egy-egy jellemző elemet bemutatnak itt önöknek, természetesen elsősorban a gyerekeknek, de hát mivel a kísérők is itt vannak, a szülők is itt vannak, rájuk is gondoltak. Másodperceken belül a mögöttem lévő Bóbita együttes csak a húrokba kedveskedik nyitásként a gyerekeknek. A magam részéről már csak annyit szeretnék elmondani, hogy milyen is lehet esztergominak lenni, hiszen Esztergomból jöttünk. Esztergominak lenni olyan, mint amikor kimész a házból, hogy megtudd, milyen az idő. Na nem tréfálok, ne hidd, hiszen ha belé szeretsz, mi másért hinnéd el, hogy ő is szeret, ha csak nem tudnád, akadhat néha úgy is, lehet egy kis esély, amelyre felted magad. Mi, akik itt vagyunk, mindannyian kaptunk egy esélyt, és erre az esztergomi esélyre tettük fel az életünket. Beszél, kicsit meghoztuk a műsor, de remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog. Mi is esztergomiak vagyunk, 100%-ban esztergomiak csapat. Most is onnan jöttünk, de nagyon örülünk, hogy sokan eljöttetek Esztergomból, és annak is, hogy még reméljük sokan fognak jönni Budapestről is. A gyerekeknek hoztunk műsort, ezért hát kezdjük egy kis kérdezősködéssel. Mindenki elhozta magával a bal kezét, mutassátok meg a bal kezeteket, itt a bal kezetek. Nagyon jó, első kérdésre megvan a válasz, itt a bal kéz. Másik kérdés, itt a jobb kezet. Itt a jobb kezed is, itt a két kezünk itt van, nagyon jó. Mit lehet csinálni ezzel a két kézzel? Integetni egymásnak, hogy de jó, hogy eljöttetek! Egy nagyot köszönhetünk közben. Sziasztok! Technikus bácsit kérném, hogy rakjon a gyerekek hangerejére, jó? Mondj, milyen fog rakni, na még egyszer. Sziasztok! Egy picit még tessék rárakni a gyerekekre, jó? Még egyszer. Sziasztok! Nagyon jó, tudok kiabálni is. És a két kézzel lehet tapsolni is. Hát a mai napon nagyon sok művész ember jött ide, nekik nagyon sokat kell tapsolni, és persze nektek is, mert itt sokat látom, amit szintén itt fognak szerepelni, tehát a taps egy mai alkalomra egy igazi jó kis hangszer lesz, aminek mindenki nagyon fog örülni, mi is, és remélem majd ti is. Mikor hajnalban a nap felnéz az égre, sorra bezárul. Minden gyermek azt kérdezte régen, ilyenkor álomban hová kirándul. Tudtuk ám, hogy menne jövesszire,
szakadékot nekünk. A teáról is most már ott valóra, gyere már, játszani velünk. Szedd a lábad szaporán, mese ország minket vár, ki velünk ad, sosem téved el. Még egyszer mindenki nagyon sok szeretettel köszöntünk. Lesz itt játék és lesz itt tánc, azt énekeltünk. Szerettek ti játszani, gyerekek? Buta kérdés volt, és szeretnétek most is játszani egyet? Akkor mindenki álljon fel, aki szeret játszani. Együtt fogunk játszani egy játékot. Kicsit jöttek előrébb, hogy legyen helyetek. Egy kis bemelegítő mozgás következik. Mindenki tud ilyet csinálni? Ilyet. Ó, de jó nekem. Meg nektek is. És előre tudunk közbe dőlni. Ilyet is tudunk nagyon jó. Mindent tudtok utánam tenni. Amit eddig csináltunk, azt felejtsétek el. Amit én a színpadon mutogatok nektek, azt kell utánam mutogatni. Ahogy eddig is, de most egy igazi játék következik. Figyelj! Előre a kezedet, mindenkinek elől a kezed. Kevek! Nagyon jó! Utána hátra, akkor hátul a kezed. Előre a kezedet, ismét elő van. Utána rázzad, jól megrázod a kezedet! Lányok, vigyázzanak, lenne sem a gyűrűautójukról! Lerakjuk a kezünket, csípő mozgás következik! Na még egyszer! Ugi, bugi, ugi! Még hangosabban! Ugi, bugi, ugi! Gyertek, énekeljétek velem! Ugi, bugi, ugi! Azaz! Utána forgás, mindenki fordul egyet, csak egyet, hogy elleszédüljél! És előveszed a kezedet egy nagy tapsoláshoz, figyelj! Tapsolj egyet rá, és felugrasz egy nagyon sikítva, így hogy! De nagyon tudtok sikítani, nagyon jó! Ha felugrottatok, fönn is marad a kezetek, jó magasan! Elfordulunk nektek bal kéz felé, és integetni fogunk az arra állóknak. A lenti kezeddel is integethetsz. Közben a csípőn is mozog, azaz nagyon jó. És énekelsz hozzá hangosan, hogy húgi, 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 gyertek! Húgi, 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 gyertek hangosabban! Húgi, 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 ellenkezz irányba! Húgi, 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 visszafordulsz tapsolni! Tapsolj egyet rá! És megint felugrasz egy nagyon sikítva, így hogy... A mindenitek jó hangosan tudtok sikítani, ez nagyon jó! A kezünkön kívül milyen testrészünket tudjuk megmozgatni? Na mutassatok rá! A lábunk, nagyon jó! Mindenkinek mozog a lába is, a keze is közben. Mit tudunk még megmozgatni a kezünkön, meg a lábunkon kívül? A fejünket, nagyon jó, mindenkinek mozog a feje. A keze és a lába egyszerre. Nagyon jól néztek ki, nagyon jó. Szépen álljunk egyenesen, innen kezdjük a játékot, figyelj! Előre a kezedet! Utána hátra! Előre a kezedet! Nagyon jó! Utána rázzad! Utána bugi-bugi! Utána forgás! És tapsolj egyet rá! Bugi-bugi-bugi! Bugi-bugi-bugi! Tapsolj egyet rá! Jó magasra! Nagyon jó! Figyelj! Előre a lábadat! Utána hátra, előre a lábadat, utána rázzad, utána bugi-bugi, utána forgás, és tapsolj egyet!
fejünk, előre a fejedet, utána hátra, előre a fejedet, utána rázzad, utána hugi-hugi, utána forgás, és tapsolj egyet rá! Hugi-hugi-hugi, hugi-hugi-hugi, tapsolj egyet rá! Nagyon jó! Következik a pocakunkat, fogjuk megmozgatni, figyeljél! Előre hosszodott, utána hátra! Előre hosszodott, utána rázzad! Utána hugi-hugi, utána forgás! És hasonl egyet rá! Hugi-hugi-hugi, hugi-hugi-hugi, tapsolj egyet! Kettőm is megfoghatjátok, nem baj az, figyelj! Előre a fületeket, utána hátra! Előre a fületeket, utána hátszak! Utána hugi-hugi, utána forgás, és tapsolj egyet rá! Hugi-hugi-hugi, hugi-hugi-hugi, tapsolj egyet! Mindenki lefogja másiknak a fülét. Gyere, fogd meg a melletted lévőnek a fülét, a melletted lévő meg a tiédet. Nem az orrát, a fülét. Biológia órát is fogok tartani. A másik meg a tiédet. Te az övét, jó a tiédet. Azaz, nagyon jó. Azaz, jó, alakulnak a dolgok. Figyelj! Meg. Előre a fülét. Utána. Hátra. Köszönjük szépen! Fogunk még játszani, rendben? Tegye fel a kezét, aki iskolába jár. Én is járok néha. Ilyen kevesen. A többiek óvodások vagytok? Éha. Akkor lehet, hogy nehéz dolgom lesz. Tegyétek le a kezeteket. A következő dalban számolni fogunk. És én nem is tudom, bár van iskolás, bocsánat, óvodás gyerekem, de meddig tud elszámolni egy óvodás gyerek? Kettőig el tudunk számolni? Bébi könnyű, mondaná a kislányom. Gyere, közösen. Nagyon jó. Tovább is tudunk számolni? Meddig tudunk elszámolni? Ezerig? Dudukám, elszámoljuk ezerig a gyerekeket. Hát lesz még más fellépő is, de megszámoljuk, hogy hány lába van egy száz lábónak. Ja. Dudu azt akarja mondani, hogy legalább 100-ig el fogunk számolni. Készítsétek a mancsotokat! Gyere, kapjuk el a ritmust! Én majd fölteszek kérdéseket, és ti fogtok válaszolni, jó? De az egy kicsit segítünk nektek. Hány lába volt a madárnak, számolj meg, fiam! Na gyere! Kettő, nincsen több, egy lába van. Hány lába volt az egérnek, számolj meg, fiam! Na gyere! Egy, kettő, három, négy, ennyi lába van, de mindenkinek annyi lába, ahány is van, hadd látják.
vagyunk, figyeljetek! Hány lába van a bukárnak, számolj meg, fiam, na gyere! Egy, kettő, három, négy, öt, hat lába van. Hány lába van az asztalnak, számolj meg, fiam. Három, mert egy kitörött, most ennyi lába van. Nagyon okos gyerekek vannak, szerintem valami becsapósat kéne tőlünk kérdezni. Oké, okay, akkor az. Aha, figyelj! Okay. Hány lába van a csigának, számold meg, fiam! Na gyere! Hát ennyi lába van, és hány lábolják a száz lábú, számold meg, fiam! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, Számolni százik, de mindannyian el tudtunk számolni százik, úgyhogy tényleg megérdemelték a gyerekek a tapsot. Nos, nemrégiben megjelent egy lemezünk, ám már kicsit régen egy éve, ugye? Na mindegy. Szóval a legutóbbi lemezünkön az állatokról éneklünk, és azt fedeztük fel, gyerekek, képzeljétek el, az állatok nem tudnak számolni. Ti el tudtok számolni százik, de ők alig-alig tudnak, és közülük is vannak, akik egyáltalán nem tudnak még kettővé is ezt számolni. Hát az egyik ilyen állatról fogunk énekelni. Kicsit lerakom a gitárom, a Dudu barátom. Mondjad, kiről is fogunk énekelni? Tudod, hogy nem mondom. Arra gondoltam, hogy kitalálhatnátok, hogy kiről fogunk énekelni, és én kitaláljam, ami jutalomban is lesz része. Nem tudjátok, kiről fogunk énekelni? Hogyan tudnátok? Valaki már jelentett. Egy-két dolgot elmondunk róla. Szárnyas háztáji, hófehér tollú, teljesen buta madarakról fogunk énekelni. Hát a szárnyas az nem lehet más, csak madár, igaz? Na szóval, szárnyas háztáji, hófehér tollú, szörnyen buta, egymás után totyogó. Te már tudod, gyere ide közelebb és jó hangosan mondjad bele a mikrofonba. Liba! Jajjaj, tényleg a libáról fogunk énekelni. Gyere, mutatkozzál be, én átújok itt a kordonon, közben kiverem a fogamat. Hogy hívnak? Izgultam már, hogy azt fogod mondani, hogy liba, mert mások azt mondták már képzeld. Figyelj, Zsuzsikám, van egy nagy jutalmad neked, benyúlok a zsebembe és kiveszem innét. Még a koncert előtt beleraktam. Ez a te jutalmad, gyere, fogd meg a kezemet. Zsuzsi. Zsuzsi arcán, mintha szülinapra nem azt kapta volna, mint szeretett volna, vagy a karácsony fa alatt állna, hogy hát tényleg ez az én ajándékom? Na azért nem olyan rossz, igaz? Fogjad meg a melletted lévőknek a kezét, Zsuzsikám, az a te jutalmad igazándiból, hogy te lehetsz velem együtt az első, a libasorba, egy hosszú libasort alkossunk, gyertek! A művészetek palotája leghosszabb libasora következik! Egymás kezét fogva fogunk egymás után totyogni! Gyertek, mindenre álljatok fel! Hozhatjátok anyut is, aput is, nagymamát, nagypapát! Na, kutyát, kutyát, mit hozok magával? És hogy jobbni fogunk? De nem csak, hogy a kény Zsuzsi nálhatjuk, hogy a nagyon jó! Én leszek az előnkáború, és ti jöttek utána. Figyelj csak! Ká, ká, ká! 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 Ká, ká, ká!
sorban. Három buda kisliba, meg-meg hárman éten, megszólal a harmadik. Ezt magam szem innen imádom, először így, aztán öt, innen hatom látom, hatom magyar, hatiha, megszámtán hagyjátok. Sorban, libák, libák, liba sorban, libák, libák, liba sorban, libák, libák, liba sorban, nagyon figyeljen! Három óra, kis liba, akár hogy is számol, egy, kettő, három, négy, hogy is lehet a liba, három kis libából, Sültem, nyam-nyam, libák, libák, liba sorban, libák, libák, liba sorban. Na még egyszer, hangosan együtt, libák, libák, liba sorban, hangosan. Engedjétek el egymás kezét, gyertek vissza ebbe a körbe. Én alul! Egy kicsit álljunk meg! Láttatok már Mikát? Milyen van neki? Gyertek, csináljunk szarvat magunknak! És egy kicsit kaparjunk, mint a Mika! Bemutatom Csabit, a magyar szürke Mikát! A pusztán harcosainak legvadabb Mikát! A történet mely nem minden napi, elmondom még épület szerint, Mika! Csabi! Mondd meg a kezedet! Akkor egy hatalmas husánggal orba vágta, és onnantól kezdve megszeridült. Már itt jön a Mika, már nem fúj orra Mika, megszeridült, simogas, vegyámból le Csabika. Itt jön a Mika, fúj az orra Mika, megszeridült, simogas, vegyámból le Csabika. Egy kis tanyán, így egy Mika, Csabi nevű. Hey, ho! Ő
már nem rosszalkodik, végre nyugodt le, jó! Állatunk közt vagy a végre, vigalom támad, Csabi most már mindig jól lesz, táncol, de nem támad, tánc! Figyelj, egyet ugorhatsz is közbe! Megvárni, hogy a néptáncosok táncra mutatóját, mert nagyon ügyesek voltatok, és ti is nagyon ügyesek voltatok. Kicsit csücsenjetek jel. A jéghegyek hófehér bundában vannak, ez igaz, fehér? De mi állatokkal ismerkedünk. Kicsodával? Jegesmedve, nagyon jó. Mekkora egy jegesmedve? Hatalmas. Féltek ti a jegesmedvétől? Nem féltek. Na akkor most bemutatok nektek egy hatalmas nagy jegesmedvét, és ezért egy hatalmas nagy sikítást kérek szépen, mert egy hatalmas nagy jegesmedvétől félni kell. Figyelem! Nagy sikítás! Az nem az teljes süni. Nagy négy voltam. Jegesmedvét ott. Jegesmedve itt van ebben a hűtőtáskában. Egy nagy sikítás jegesmedvére! Tényleg tudnak sikítani? Na várjál még egyszer. Hát ezért kell csak fél dalt játszani, mert már dal elején tudnak sikítani a gyerekek. Hát az egész dal arról szól, hogy megtanítsák ideget sikítani. De nem baj, figyelj csak! Nagyon jó, erre felé. Akkor most először a fiúk sikítsanak, figyelj! Nagyon jó, lányok! Kicsit többen vannak, de nem baj. Gyere, kapd el a két ritmust a tenyeredbe. Bundás halász áll a hígen, talpas, tenyeres. Se hálója, se marsája, mégis arra les. Lanik nélkül egy balízre, hullámokra dől. Gumi ruha nélkül bátran a víz alá. Például Dudu gitárosunk itt van, és nem sejti, hogy jön egy medve király ilyet. Na látjátok, így kell megijedni. Kicsit eltorzult arccal. Most ijedtök. Látogató ezüst halak, seregébe csap. A víz csattan, nyelve csetten, nyeli a halat. Párát fújó fehér kályha, a mackó maga. Akit úgy énekelje velünk, hogy miért is van ez az egész? Mert ő a jeges medve, a legnagyobb halász. Nála jobbat hét tengeren sem találsz. Ő a jeges medve, a legnagyobb halász. Nála jobbat hét tengeren sem találsz. Ott elszundikál, de morgolódik, hogyha kívül jajgat a sirály. Figyelj! Gyere velünk énekelni, hogy ő a jeges medve, a legnagyobb halász. Nála jobbat hét tengeren sem találsz. Ő a jeges medve, a legnagyobb.
végére egy hatalmas nagy össznépi sikítás. Figyelj! Egy nagy tapsot megérdemelve, nagyon ügyesen sikítottatok. Jeges bennémtől nem kell azért annyira megijedni, az igazi se félelmetes, ez meg aztán végképp nem. Nos, most már csak egy dalunk maradt. Szeretnénk titeket elvinni egy bába, egy olyan bolondos bába, ahol bolondos állatoknak fogunk zenélni. Mindig szoktunk fölhívni gyerekeket zenélni, hát ezúttal is fölhívunk. Három bátor kislányra van szükségünk, és három bátor fiúra. Aki a fenekén csöndben jelentkezik, azok közül fogunk választani. Nos, először a lányok rakják föl a kezüket, jó? Csak hogy nehogy összekeverjem itt a dolgokat. Hűha, kicsit bandja vagyok, de gyere föl. Nagyon jó. Lányok közül te is. Gyuzsi már olyan aktív voltál, hogy te meg is érdemled. Na valaki innyit oldalról, hátul nem nézel rám, de előbb még föl volt téve a kezed. Azaz, apu már meg is simogatta a hátadat. Talán egyszer csak följött. Jól van, gyere föl. Nem akar följönni, csak fölrakta a kezét, nem baj. Jó van. Itt előtted a szeszi. Úgy tűnik, hogy ma nem fog ez összejönni, hogy belenézek a gyerekek szemébe, ugye be is esek innen. Gyere föl. Oké. Nos, akkor most a fiúk rakják fel a kezüket. Dudu barátomnál lehet hangszert bérelni. Kérem szépen, Dudukám, kit is hívtál? Őre mutattál, Dudu? Ő a kere, Esztergomi kereplős művész. Nagyon jó. Remek? Fiúk, gyere föl, az a mellé nagyon jól fog mutatni a színpadon. Jó van? És valahonnan hátulról, aki nem annyira volt eddig bátor, hogy kijött volna. Gyere ki! Nem csak úgy fölraktad a kezedet, ha még ilyen. Akkor most már apunak kell kimenni a helyette. A végén. Azt mondja, hogy nincs is akkora ló. Na, akkor te nem vagy fiú, onnan hátulról. Gyere föl. Azaz. Nos, aki már kapott hangszert, az itt a színpad elején áll, és ennek nagyon örülök, mert így jól lehet titeket látni és hallani. Kicsit gyertek idébb, még a hangszereket is lehet majd hallani ezekkel a remek kis térmikrofonokkal, hogyha ha lehet. De előtte egy bemutatást szeretnék kérni. Sziasztok, engem Gábornak hívnak. Neked mi a neved? András. András, és hogy szól a hangszered? Nagyon jó, Andrásnak kérünk egy nagy tapsot, itt fog velünk csikamikázni! Szia, téged hogy hívnak? Albert. És Martin. Hogy szól a hangszered, Albert? Martin. Hol a... Nagyon jó, Tikfán Albert, egy nagy tapsot kérek szépen Albertnek is! Jó hangosan mond a nevedet. Benedek. És hogy szól a hangszered? Kereplőművészünk Benedek, egy nagy tapsot kérek neki! Most jönnek a lányok! Szervusz, neked mi a neved? Anna is, hogy szól a hangszered? A Mikulás csörgőjén Annát köszönhetjük egy nagy tapsal! Köszönjük szépen! Szia, ki vagyok? Hogy hívnak? Petra, és hogy szól a hangszered? Szintén csörgőn, Petra, egy nagy tapsal neki is! Köszönjük szépen! Szia, ugyan már bemutatkoztál, de lehet, hogy valaki még nem ismert téged. Hogy hívnak? Zsuzsi, és hogy szól az a remek kis rumbatok a kezedbe? Megigéztél. Egy nagy tapsot kérlek szépen Zsuzsinak is! És a művészetek valójára kiszínpadán lévő összes bóbújt a kisegítőzenésznek egy nagyon nagy tapsot! És ez a tapsa is maradjon abba! Ezzel a számmal elbúcsúzunk önöknek, remélem jól éreztétek magatokat, és mindenkinek tudom. Nagyon jó szórakozást kívánok a mai napra! Minden hangszer szólaljon meg! Kapjuk el a ritmus, gyertek! Volt az a híres bolondvár. Akinek tetszik, az egy kis
mutassa a gyerekeket! Gyertek az ukálizmus, azaz! Te is csípetették legényket, tiszten sárok húztak a béke. Korbonról a kornek húzott kéne, érni kéne borultok. Bolondvár, bolondvár, milyen is volt az a bolondvár? Bolondvár, bolondvár, hát milyen is volt az a híres bolondvár? És ha már a bemutatkozásnál tartunk, bemutattám a Bobit együttes tagjait is. Fúvós hangszerekkel játszott az én egykori basszusgitárom és basszusgitárosom, basszusgitár tanárom. 13 éve, több mint 1000 koncerten keresztül velünk Kovács Simon János Simi! Dél-amerikai kahonon is egy kongán játszik. Ő a fantasztikus Szalkai Zoltán Zsolt! Gitárosunk is egybe az együttes sofőrje is, az én régi barátom, akivel már bejártuk egész Magyarországot, meg Európát, néha kicsit kerülünk, vagy nagyot. Ő Ismáfi Gábor Dudu! És a zenekar mókomestere, szennyőrmező, Fene gyereke, Kocsik Júlia, magyar hangja, nem más, mint Farkas Gábor, Farkinca! Bolondvár, bolondvár, hát ilyen is volt az a bolondvár. Bolondvár, bolondvár, ilyen is volt az a híres bulund. Bolondvár, bolondvár, ilyen is volt az a bolondvár. Ilyen is volt az a híres bolondvár. Ilyen is volt az a híres bolondvár. Egy nagy tapsot kérek szépen a Bobitak is egyik a zenekarának, és velük együtt mi is meghajolunk. Köszönjük, hogy itt voltak a művészetek palotájában. Gyertek is, hajoljatok meg! Mindenkinek további jó szórakozást kívánunk! Viszontlátásra, kezdi csókolom! Viszontlátásra! Petrának pedig, ma van a szüli napja, ha jól tudom. Egy nagy tapsot Petrának is most jön a hét! Bobita együttesnek ezt a műsort. Ilyen libáztunk, bikáztunk, voltunk jegesmedvék az ő jó voltukból. És most pedig, hogyha azt mondom, hogy regélő, akkor nem tudom, hogy mi jut eszekbe önöknek. BB erről a monogramról. Bridget Bardot, nem, igen, az is érthető is egyébként, hogy Esztergom kapcsán, hiszen sokkal szebb nők élnek Esztergomban, mint Bridget Bardot. Balassa Bálintról van szó, és egy regélő énekmondót szeretnék bemutatni önöknek. Fogadják szeretettel, jó szórakozást kívánok! Esztergom városa fölkér egy regős énekmondót, hogy 4,5 percben muzsikáljon valamit, akkor csak és kizárólag Balassa Bálint neve jöhet számításban. Hát én is ezt teszem most. Balassa Bálintnak az 12. verse következik. Balassa Bálint, Balassa strófa, tehát 667-667-667 szótak számú magyaros verse. Széjjel gündöklelni, nem lát éhez földet gyönyörű virágokkal. Mezők illatoznak jószagú rózsákkal, sokszínű violákkal. Egyek völgyek mindenütt zöngelnek, sokféle madár szókkal. Sőt, új rózsakószó, és kegyesek és szűzek, ifjakkal táncolnak. Jön a szakom gyermekek, vígan énekelnek, s mindenek vígan laknak.
hova, mint angyal rögős, minket nem mutat. Szerelmes táncunkban kinek kinek adom át kezére szép mátkáját. Azért ne bánkodjál, én jó, mint egy sztársam, körül minden gondot. Eléggé hordoztuk, elvan a sok út, légyen már tőlünk távol. Mostani nyugat, nyújts, Árpádházi Szent Erzsébet óvoda gyermekcsoportja Szent Erzsébet játékokat fognak látni és hallani.
És most ezeket a térmikrofonokat beállítják a kollégák, mert népdalok következnek. Három a kislány, ahogy mondani szokták. Tehát a népdalokat Bakár Zsuzsanna, Zicsi Emese, Hangán Kamilla előadásában hallhatják. Egyszer-kétszer jól megvörögetne, belőle friss menyecske lenne. Ne búsuljon senki menyecskéje, az ura nem igen szép ecske. Ha meg is hal, meg ne hajjon érte, mást hozni ki a tavaszi fecske. Zöld erdőben terem a mérges kígyó, szép lányból lesz a legény csábító. Ja Istenem, de csúnya, szegény legény szívét nem szomorítja. Szép cserdes néki sétál az utcára, rajta van a nyári piros szoknyája, rajta van a nyári piros szoknyája. Szegény legény titkon sétál utána. Sárga dióra puttató, hegedi szamozsika, tedd le babám a szűrődet, hagyjuk a nyakegyet vélet. Tedd le babám a szűrődet, hagyjuk a nyakegyet vélet. Nem teszem le a szűrőmet, úgyis ugrok egyet vélet. Nem teszem le a szűrőmet, úgyis ugrok egyet vélet. Volt egyszer egy kecském, tudod-e, kertet erített. Nem tudod-e, megette a farkas, tudod-e, csak a szarvet hagyta, látod-e? Kertvárosi Hovoda, Hétszínvirág bábcsoportja, és az Ágacska című gyerekelőadásból, bábelőadásból adnak elő részletet, vagy talán az egészet színre viszik. Persze nagyon nehéz úgy konferálni dolgokat, hogy az ember a saját élményeit kívül hagyja. Ez az Ágacska nekem azért nagyon-nagyon kedves, mert most, amikor majdnem 40 éve kezdtem én az egész színészi pályafutásomat, akkor az egyik kezdő darab az Ágacska volt, és abban Berci Béka ominózus szerepét játszottam el. Nagyon szeretem, nagyon aranyos a Berci Béka. Azóta is, amikor a békákat látok, mindig az Ágacska jut az eszembe. Nem tudom, itt most milyen lesz a Berci Béka, majd én is figyelni fogom. Figyeljék önök is, Kertvárosi Óvoda Hétszínvirág bábcsoportját. Ha
öreg fának új hajtása, új reménysége. Már senki nem hitte, hogy megéled a vén platán, és mégis megszülettél, ágacska, a csodálatos természet csodálatos ajándéka. Amit megszoktál, mind változzon át, amit eddig észre sem vettél, tündököljön. Gomba, virág, lepke beszéljen, ágacska énekeljen. Égzengés és földindulás, ez ám a nagy varázsolás. De ti azért ne féljetek, inkább nagyon figyeljetek. Micsoda vihart csináltam! Ó, jaj! Úgy megütöttem magam, úgy fáj! Kisütött a nap. Már nem is fáj, hogy leestem. De hol vagyok? Ja, persze, lent. Hogyha egyszer leestem, most megpróbálok felállni. Jó? Hopp, 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 ja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 j
Zoli, állok. Jól, állok. Egyenesen állok. Most lépek egyet. Most ezzel. Jaj, de jó. Mi van itt? Ja, ide nézek. Belenézek, és néz rám vissza valaki. De én vagyok. Az én képemet mutatja. Szia! De ki vagyok én? Mi vagyok én? Jaj, itt egy gyönyörű bóbitás. Szervusz, gyönyörű bóbitás. Én virág vagyok. Igaz, hogy bóbitás, de azért virág vagyok. Virág, de jó. És én is virág vagyok. Nem, te nem vagy virág. Nem vagyok virág? De hát akkor mi vagyok? Nem tudom, csak azt tudom, hogy nem vagy virág. Nem vagyok virág. Levegőben röppenő, szép szárnyakkal lebegő, várd meg. Mit kívánsz? Én vagyok a lepke. De jó, én is lepke vagyok. Nem. Te nem vagy lepke, hiszen még szárnyad sincs. Nem vagyok lepke, nincs szárnyad. Nem vagyok lepke. Jaj, bocsánat, megütöttelek. Nem történt semmi, különben én vagyok a gomba, galócai galóca. De szép neved van. Te galócai galóca. És milyen szép piros pöttyös a kalapod. De jó, én is gomba vagyok. Ugye én is gomba vagyok. Mert hát a virág azt mondta, hogy nem vagyok virág. A lepke azt mondta, hogy nem vagyok lepke. Akkor csak is gomba lehetek. Sajnálom, de te nem vagy gomba. Nem vagyok gomba? De hát akkor mi vagyok? Hát valaminek csak kellene. Sétálj csak itt előttem. Most fordulj meg.
Hát, ami azt illeti, leginkább az emberre hasonlítasz. De jó, akkor ember vagyok. Nem vagy ember, csak hasonlítasz rá. Nem vagyok ember, csak hasonlítok rá. De milyen lehet az az ember? Azt hiszem, meg kell keresnem az embert. Mondd meg nekem, Tócsa. Hát ki vagyok én? Ne válaszolj, csak a képemet mutatja. Nem csak engem mutat, hanem az eget is, és az égen a felhőket. Menjél oda, Danika csak! De nem kell befognom a szemem, mert nem látok semmit. Hú, ki vagyok, Tócsa tükör, mondd meg hát, nagy viharban a vízváról lehető át. Nem lepke és nem gomba és nem virág, nem virág. Nem lepke, nem gomba, nem virág. Nem lepke, nem gomba, nem virág. De béka sem, mert nem rekeg, nem kell félni tőle. Ki fél, ki fél? Kiadom a parancsot, közelítsük meg. Te menj elő, Dani kacsa, te már ismered az utat. Állj! Ki vagy? Nem tudom. Nem béka vagy, aki alattomosan letagadja magát? Azt már látom. Ugye? Nem vagy béka? Nem. Én nem tudom, hogy ki vagyok. Feltehetek neki egy kereszt kérdést? Feltehetsz? Ha azt hallod, hogy brekkeke, mondd az neked valamit? Nem, semmit. Tényleg nem béka? Hát, ha nem tudod, hogy ki vagy, legjobb lesz, ha kacsa leszel. Tudod, nincs szent és okosabb állat a kacsánál. Itt a kezem. Nem békaláb, Dani kacsa vagyok. Ő pedig Manci kacsa és Rezső kacsa. Hát, veletek megyek, köszönöm. Manci kacsa, Rezső kacsa, és köszönöm szépen, Dani kacsa. Tudod, mit kell tenned ahhoz, hogy kacsa lehess? Gyerekek, mit kell csinálni egy kacsának? Hát, csináld! Hát! Nagyon. Figyelj csak! Rettentő sokféleképpen lehet hátfogni, és én most megtanítalak. Figyelj! Először is. Lehet nagyon magasan hátfogni. Nagyon jó. Aztán lehet nagyon mélyen is hápogni. Nagyon jó. Aztán lehet még nagyon gyorsan is hápogni. Figyelj! Nagyon jó. És lehet még nagyon lassan is hápogni. Figyelj! Ha. Nagyon jó. Figyelj csak. Elhiszed, hogy én mindenre meg tudlak tanítani? Elhiszem. Na, az most nagyon jó. Ugyanis háború van. Háború? Mi ez a háború? A tóért folyik a háború. A békákkal háborúzunk. Háborúzunk a vizen, a víz alatt és a levegőben is. Te tudsz úszni? Nem!
És víz alá bukni? Nem. És repülni? Azt még sose próbáltam. Szóval, majd én mindenre megtanítalak, de először is megtanítalak a kacsa indulóra. Figyelj, megmutatom. De jó. Estére, háttátokban nyisd a szád, zengjen bátran, ha, ha, ha. Na most próbálj velem énekelni. Aki ha, ha, egyszerre nem kap, ha, ha, estére. Háttátokban nyisd a szád, zengjen bátran, ha, ha, ha. Hé, hol vagy? Gyere, basszat! Gyere, akkor nem rángatlak! Ez itt a műbirodalmunk, a BKK. Mert tudod-e, hogy nincsen ügyesen, okosan és bátrabb nálunk BKK-nál? Tudod mit? Elvisztek a fővezérhez. Na gyere! Jó! Gyere már, nem a Mirke, mindig kell rángatni! Gyere már, gyere! Szervusz! Na kérlek szépen most, jelentsél! Jelentem, hogy fogtam és hoztam egy hadifoglyot. Ez itt egy kacsa. Majd én megmondom, brekekeke, hogy ki vagy. Béka vagy, brekekekekekeke. Béka vagy és tuk-tuk. Én? Béka? De azt sem tudom, milyen egy béka. Hát, ilyen, mint én. Jól van, percikém. A gondjaidra bízom, tanítsad még egy kicsit. Brekeket, én meg visszamegyek a csatába. Brekeket, én is értettem. Brekeket! Brekeket! Gyere, ne félj, nem bántalak. Zárd össze a lába. És örülj, hogy béka vagy. Hát, kicsit jobban örülj, hogy béka vagy. Figyelj csak így. Nagyon jó, figyelj csak. És mondd azt, hogy brekeke. Berekekeke. Jesszusom, gyerekek, hát mutassuk meg, hogy kell brekegni. Brekeke, brekegjünk, brekegjünk, brekeke. Most én jövök? A te! Nem megy, segítsetek, kérlek! Brekeke! Brekeke! Jaj, tületed, béka megerőnk! Na, most tudod mit? Megszaduljuk a béka indulót! Nagyon figyelj, megmutatom! Figyelj! Kaprétest brekkeke, nappal fényes brekkeke, éjjel minden fekete. Brekkeke, brekkeke, brekke, brekke, brekkeke. Na, adja, milyen jó békának lenni? Nagyon, nagyon jó. És mondd csak, ti tényleg háborúztok? Bizony, a tóért! Én pedig képzel, keresem az embert, mondd csak, velem jössz! Velem mehetek? De jó, merre menjünk, merre keressük? Várjál csak, menjünk arra, arra nincs ellenség, gyere! Jaj, jaj! Mi vagy? Állj, te ki vagy? Jaj, de hiszen én ismerem. Én is. Szia, Dani kacsa! Ti hová mentek? Hát keressük az embert. Velünk jössz. Örömmel. De jó az az, hogy mégsem. Hát, ugyanis mi ellenségek vagyunk. Bizony! No. Na jó, útkozz meg, kibékülhetünk.
De jó? Hát, rendben. De jó? Hát, akkor hát, induljunk és keressük meg az embert. Aki hát, egyszerre nem kaphányt az estére, hátázom vagy megtetszett, Jaj, mi történt? Azt hiszem, hogy megöltem. Jaj, mi történt? Jaj, ott? Hát ki ad a pincegek, mi? Mimi. Egy pösze egér. Most ne a pösze szégemmel foglalkoztatok. Inkább azt mondjátok meg, nem láttátok véletlenül erre felé a mockát? Nem láttuk. Mert én most őrségben vagyok. Őrségben? Bizony, az őrök őrzik, amit rájuk bíztak, és én még a pösszeszégemet is ennek köszönhetem. Hát én egy hősz vagyok. Képzeljétek csak, erre járt a macska, és kivett az egyik fogamat. Látjátok? De egy azért még maradt. Tényleg csak egy van neki. Egy fogamat. Bizony, ez különben mi meg kicsodák vagytok. Én pedig brekeke, Berzi vagyok a béka. Én pedig nem tudom, hogy ki vagyok. Jaj, hasonlítasz valakire? Jaj, de ugye nem hasonlítasz a mackára? Nem a mackára. Jaj, de jó, de akkor talán az egérre hasonlítasz? Nem az egérre. Jaj, hát akkor kire? A gomba azt mondta, hogy az emberre hasonlítok. Hát, emberre? És akkor ti most keresitek az embert? Igen. Te tudod, hogy merre ment? Hát én... Mondjad már! Nem szabad! Ez titok! Milyen titok? Ez a rágcáló titok! Rágcáló titok? És mond! Mutatni szabad! Mutatni? Hát mutatni a szabad! Majd kiderítjük. Cin, 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 mondd
tündér, ezt is meg tudod csinálni. Gyere csak ide, Harni, gyere! Ó, hiszen neked csak egy fogad van. Csiribá, csiribú, aki segérnek legyen, több fogá, így mi? Thank you.
átbeszélni ezt a teret, de most már köszönöm a segítséget, nem kell, hogy kiabálni. Milyen volt a Berci béka gyerekek? Milyen volt? Jó volt? És az egész ágacska? Jó? Tetszett? Örülök neki, nekem is. Annyit szeretnék mondani, hogy egy pár másodperc átállási idő, és akkor mi is következik. Ismét népdalokat hallanak, dr. Vereckei Kálmán, Vereckei Attila, Fritz Janka és Torma László előadásában. Emlékeznek rá, amit korábban mondtam, hogy ez a néprajzi survival, a megmaradt hagyomány és az új szokások. Már elfelejtettük a gyökereket, de azért megünnepeljük, és azokat a szertartásokat végigjátszunk. Ők ugyanezt mutatják be most önöknek dalok formájában. És itt az Árpádházi óvodásokat pedig a óvónők ott várják fönt az emeleten, de úgy veszem észre, hogy ezt már tudták, anélkül, hogy én ezt bemondtam volna, mert itt az előbb el is mentek. Tehát elérkeztünk így az esztergomi délelőttnek a közepéhez, és akkor következzenek Attiláék, ugyanabban a koncepcióban. A fiatal hölgy megmutatja az eredeti változatot, és akkor rögtön meghallhatják az átdolgozott, modernizált, feldolgozott zenei változatot. További jó szórakozást önöknek!
nekem, ne sírj, kedves, el kell mennem. Bánom virág nyílt a kertben, bánat virág kihajlott a féles útra. Széles az út, mégsem vezet hozzád vissza. Thank you.
Menekülhetsz tőlem még.
megmarad a forró vágyon, mint egy szép emlék. Mindig az a perc, a legszebb perc, mit meg nem áll az élet. Az a legszebb csók, mit el nem csókolunk. Senki sem tarthatja vissza. Száguld a boldogság felé csendben. Egy fiatal lány várja őt Pesten, és a lány a peronon állva, hogy egymásra találjanak, egy dallal várta. Kövesd a hangom, s rám találsz, rám találsz. Összeért a két kezünk, nagyot dobbant a szívünk, mind a ketten éreztük. Nem látom arcodat, elképzelni sem tudlak, számunkra meglátni és megszeretni más, csak kövesd a hangom, csak kövesd a hangom, s rám talál. Testként veszítesz, s a miért könnyeit látom a szemedben. A válasz itt van, csak nem vetted észre, én ülő fákban, s forladó kövekben.
a nehezebb sorsot, és megbecsülöd az őszinte szót. Attól vagy ember, hogy külön tudsz lenni, és felismered a rossz a csajót. Mennyit ér, aki nem tud csak tudni vér. Szárnyaiddal érést, érést.
kedvet, úgy szarjat a növény, ha időben vető, vélet légyen boldog, s termő az életünk. Magyarok madara, a záró programja lesz, a záró műsorszám. Igazából egy táncházra gondoltunk. Várjuk a kollégákat, akik segítenek itt a szőnyeget elől felszedni, és a színpadon pedig Drexler Magdolna lesz, aki vezeti a táncházat, és a zeneiskola népzenei tanszakának tanulói fogják a zenét szolgáltatni. Hogy manapság ezt mondani szokás, tehát élő zenére fognak táncolni a gyerekek. Úgyhogy megkérem, nem tudom, a színpadon lesz a zenekar, vagy akkor az... Igen. Hát akkor a zenekart kérem, hogy fáradjon fel a színpadra a hangszerekkel. Nagyon szép látvány, csupa, gyönyörű, hegedű, nagybőgő. Kör-kör kiátszik, emese még hiányzik. Kör-kör kiátszik, az ági még hiányzik. Kör-kör kiátszik, más sem. Elmentem Bécsbe, Bécsi Batikába, Jóban kapusta, gyerek a lábokra, hosszú hajú kis leányka, fordulj ki az útra. Akkor Elmentem Bécsbe, Bécsi Patikába, szóval kapusztam, nyerek
Thank you.
Thank you.
Drexler Magdolnak pedig táncot tanítok. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen az ifjú művészeknek, és azt hiszem, hogy annak a zeneiskolának, melynek a falai között ilyen művészpalánták tanulnak, annak élni is kell, és reményeink szerint élni is fog tovább is az esztergomi zeneiskola. Még egyszer köszönöm szépen, hogy ilyen sokan voltak a műpának ezt a lehetőséget, a szervezőknek, hogy ilyen gondosan összehozták a programokat. Reményeink szerint mindenki megtalálta a magának kedvező szeletet, mint a művészi előadások között, vagy akár a kézműves foglalkozások alatt. És azt külön szeretném megköszönni Tétényi Éva a polgármester asszonynak. Azt hiszem, hogy kevés város mondhatja el magáról, hiszen ez a program a MIPÁ-nak már egy régi hagyományokra visszanyúló programja, hogy különböző városok mutatkozhatnak be itt vasárnap délelőttönként, de kevés város mondhatja el, hogy a polgármestere végig interaktív módon részt vett a bemutatkozás alatt. Egy nagy tapsot kérnénk szépen a polgármesternek. És köszönjük szépen, hogy is velünk volt. És szeretném megragadni az alkalmat, hogy gondolataival zárja be ezt az esztergomi délelőttöt itt a MIPÁ-ban. Tétényi Éva polgármester asszony következik. Köszönöm szépen, hát a zárszó vagy az utolsó szó itt az enyém lehet, ezért ezzel élek is. Egyrészt én először a szervezőknek szeretném megköszönni, név szerint nem tudom őket felsorolni, mert olyan sokan voltak, mindazokat, akik fönt az emeleten és akik itt a műsorban szerepeltek, akik ezt összehozták és lehetővé tették, hogy itt bemutatkozhassunk. Akik meglátogattak minket, azok ízelítőt kaphattak abból, hogy hogyan lehet jól élni egy városban annak ellen, hogy közben más is történik a fejünk fölött, és a gyerekeknek pedig remélem, hogy érdekes délelőttjük volt, illetve most már lassan délutánunk. Én magam is kipróbáltam egy-két dolgot ott fönt a kezemmel, így megköszönve a vendéglátóknak és a szervezőknek nincsen más dolgom, mint hogy mindenkinek jó hátralevő hétvégét kívánjak, és azt, hogy ezt az ünnepet is őrizzék meg a szívükben. Viszontlátásra!